250 gyerek, 32 csapat, 14 edző, több mint 25 ezer kilométer utazás, 215 mérkőzés. Ezek a nyíregyházi kosársuli 2022-23-as idényének legfőbb számai. A számok mellett az eredményekre is büszkék lehetnek az egyesületnél, ahol a hagyományos családi nappal egybekötött díjátadón búcsúztak el a gyerekektől a tanév végén. Én úgy gondolom, hogy ez az évünk minden szempontból nagyon jó volt, tehát ha kezdjük az NB1-es csapattal, aki rájátszásban lett 5., én úgy gondolom, hogy ez nagyon szuper. A juniorjaink B-döntőt játszottak, kadettek régiós döntőt játszottak, a serdülőink B-döntőt játszottak, gyerek Jamboree-t eljutott ki, a kenguru csapatunk az még alakulóban van, és a rengeteg sok kosárpalántás csapat, éppen itt mögöttünk az U11-esek batogtatják a labdát, akik az utolsó megyei fordulón vesznek részt. Sokan vannak, lelkesek, imádják, szerintem ettől nem is kell több. Farkasinszky Gyuláni munkáját a Vármegyei Szövetség díjkiosztó rendezvényén az év edzője díjjal ismerték el. A fönti kategóriában ugye a csapatok nagy részénél én vagyok az edző. Tehát egyértelmű, hogy a eredményt érhet el, ugye azok a csapatok, akik az országos élvonalban szerepelnek. Ezt mondtam az előbb pont, hogy ezen dolgozunk, hogy egy idővel a helyenbe olyan edzők lépjenek, akik ugyanilyen eredményeket fognak tudni elérni. Természetesen egy ilyen elismerés az mindig óriási öröm minden edző számára, mint hogy nekem is, de ugye azt tudjuk jól, hogyha nincs mögötted gyerek, nincs mögötted csapat, akkor teljesen mindegy, milyen szakember vagy te, eredmény nem igazán lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy én szerencsés ember vagyok, mert olyan csapatokat irányíthatok, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legmagasabbra jussanak. Ezért kaphattam én ezt a díjat. Farkasinszky Orsolyától Krivacevic Tiadán keresztül Papp Klaudiáig több válogatottságig eljutó kosaras kezdte a pályafutását a nyíregyházi kosársuliban. A jelenlegi játékosok közül Dobó Lilla az U18-as, Karakú Dorina pedig az univerziádi válogatottnak a tagja. Mi kis egyesület vagyunk, tehát bármennyire is szeretnénk nagyobbak lenni. Egy, az anyagi lehetőségeink nem engedik meg. Kettő, nem örvend akkora nagy népszerűségnek ebbe a városba a kosárlabda, mint ami szerintem megérdemelné. Ebből következik, hogy mi azokból a gyerekekből tudunk válogatni, akik bejönnek hozzánk és kosárlabdázni szeretnének. Tehát nem az van, mint egy akadémián, hogy bejön 50 gyerek, abból kiválasztjuk azt a 15-20-at, akivel dolgozni szeretnék, és azzal elérjük az eredményeket. Hozzánk bejön 20 gyerek, és ha juniorban még van 5, akkor nagyon boldogok vagyunk. Azt jelenti, hogy sikerült őket itt a sportág mellett megtartani. Ha meg utána még azt látjuk, hogy fönt, mert zömében Budapesten mennek tovább tanulni a gyerekeink, fönt még játszanak egyetemi bajnokságban, vagy akár NB1-ában, akkor ez egy óriási öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen gyerekeket sikerült nevelni. A kosársulis fiatalok egy napközis táborral hangoltak a nyári szünetre. Július utolsó hetében következik a hagyományos balatoni edzőtábor, majd augusztus elején ismét elkezdődnek az edzések.